Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy az ipartestület vezetősége nevében nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntsem Önöket. Jászáros-Szálás városában a Jogpont Észak-Alföldi projekt sajtónyilvános projektzáró rendezvényén. Szeretném elmondani, hogy ez a rendezvény ebben az évben itt Jászáros-Száláson lett megrendezve, annak ellenére, hogy már több alkalommal itt városunkban is volt ez a rendezvény. Valószínű az, hogy azokat a feltételeket, azokat a lehetőségeket, amihez szükséges, meg tudjuk teremteni. Engedjétek meg, hogy mielőtt belerendülnék ebbe a témába, szeretettel és nagyon nagy tisztelettel köszöntsen Németh László urat, az IPASZ Országos Szövetségének az elnökét, Csőke István alpolgármester urat, Rejtik Tamás projektmenedzsert, dr. Virt Ágnes jogiroda Jászáros-Szálás vezetőjét, Szabó Lászlót, Jászberény ipartestületnek az elnökét, Németh Lajost, az IBESZ budapesti elnökét, Nagy Zsolt István közügyi vezetőt és Dibán István trénert. A mi rendezvényünk, ami első volt, az 2013-ban volt, itt Jászáros-Száláson megtartva, és érdeklődéssel vártuk, hogy vajon ez a Jogpont iroda, ami nagyon sok ember számára ez a tevékenység egy teljesen idegen dolog volt, vajon milyen kedvező hatása lesz neki. És az első év tapasztalata alapján egyébként 77 alkalommal volt nyitva a iroda, és ezen 426 fő jelent meg. Amit tulajdonképpen egyértelmű tette, hogy ez a tevékenység, vagy ez a Jogpont tevékenység, ez mennyire szükséges és mennyire fontos egy-egy településen. Tudni kell azt, hogy ez a szolgáltatás ingyenes, és azt is tudni kell, és elmondja majd dr. Virt Ágnes a részleteket, hogy bizony a nyitvatartás, amely két oroszában van most összeszűkítve, sajnos őnek ez nagyon kevésnek tűnni, többször rá kell túrórázni, mert akkor az érdeklődés, hogy szinte ma is, múlt héten, amikor benn voltam, döbbenetten néztem, hogy mennyien veszik igénybe ezt a szolgáltatást. Áros-Szálási lakosok, a környék szelepülés, vállalkozók és egyebek. Mi örülünk annak, hogy tudunk ebbe segíteni. Nyilván ez a célunk, és ez a legkövetkező időben is ez lesz. Én nagyon szeretném megköszönni Önöknek azt, hogy ezt a szombat délelőtt feláldozták, eljöttek ide, tisztelet mindegy egyes személynek, hölgynek és uraknak. Még egyszer tisztelt és köszönet Önöknek, hogy a szombat délelőtt velünk fogják tölteni. Köszönöm a lehetőséget.